Annyi minden történik az emberrel, jó és rossz. És közben elgondolkozom azon, hogy mi az a jellemző, ami mindenkinél meg kellene lennie. Sokat kell félniük az embereknek, jó lenne például az is, ha egymástól legalább nem kéne félni. Jó lenne például, ha megértenénk, hogy a békéhez nem kell pénz, sem az egészséghez. Jó lenne az is, ha a bizalom megjelenne egymás felé, de nem úgy, hogy ígérünk valamit és azt betartjuk, hanem az alapvető viselkedésünkben meglátszik az, hogy nyugodtan bízhatunk a másikba, nyugodtan élhetünk egymás mellett. Úgy gondolom, hogy az ember kezében van a saját sorsa és a saját jövője. Bőven van tudása az emberiségnek arra, hogy például jobb világot teremtsen, vagy legalább megmentse a jelenlegit. Sajnos hiába a tudás, ha a gondolkodás és a viselkedés nem megfelel például a célok kitűzésében. Nem elegendő például két ember együttélésében, vagy egy társadalom létrehozásában. Az én véleményem az, hogy a társadalom számára a legfontosabb jellemző a gondolkodásban és a viselkedésben a felelősség megjelenése kellene, hogy legyen. Ehhez viszont egységesen mindannyiunknak fejlődnie kell. Tegnap nekimentek az autómnak, már megint, ez már sokadik eset, egy dolog közös bennük, szerencsére sosincsen nagy kár, inkább bosszantó ügyintézések elé nézek, de egy közös mindig van benne, hogy soha egyetlen ember sem ismerte el a vétkét, holott mindegyik egyértelmű volt, nem csak számunkra, hanem mindenki számára, akik a környezetben voltak és látták, és ő saját maguk számára is, ők mégis a hazudást, a tagadást választották éppen azért, mert félnek valamitől. És ezzel a félelemmel nagyon nehéz megküzdeni, de mégis meg lehetne azért, pedig csak egy kattanás az agyban. Valami hiányzik az emberekből, valami olyasmi, amivel normálisan lehetne élni, és mindent le lehet rövidíteni. Az előző ilyen koccanásban például 3 órán keresztül a félváros lezártuk azért, mert helyszínelni kellett, és a több rendőr unszolására a BKV-nak a saját helyszínelője már könyörgött a sofőrnek, hogy ismerje el azt, hogy ő a hibás, és egyébként az égvilágon semmilyen szankciója nem lesz annak, hogy ő hibás, és egy ilyen van, mert ez megtörténik az emberrel. 3 óra múlva adta be a derekát, és addig az egész város állt. A tegnapi eset, az pedig egyszerű volt, rám parkolt valaki, és megnyomta az elejét, mivel nem volt ott a sofőr, fölhívtam a rendőrséget, hogy mit kell ilyenkor tenni. Egyébként azt kell tenni, hogy sehova nem mozdulsz, tehát nem kell elállni onnan megnézni, hogy mi a kár. Egyébként az autó rajta volt az autómon, tehát nem az volt, hogy ott hagytak vagy valami, hanem leparkolt az ember, neki tolatott az autónak, és úgy, ahogy benyomta az autót, úgy kiszállt, és elment a dolgát végezni, és ott maradt az autó. Nem mozdultam, fölhívtam a rendőrséget, mondták, hogy várjon meg a rendőrt, megnézi. Nyilván fotóztam, videóztam, mindent csináltam, ők megtalálták a tulajt, fölhívták, ez egy orvos volt, és lehívták, és ő rögtön azzal kezdte, már messziről, hogy hát ez az autó nem itt állt, mármint az ő autója, őt nem így hagyta itt ezt a dolgot. A részletek nem számítanak, a viselkedése érdekes, hogy a -10 fokban ott ácsorogtunk, a rendőrök is, meg én is, és szintén 3 óránba telt az, hogy végül legyen valami és hazamehessünk. Egyébként nem ismerte be utána sem az esetet, ő azt mondta, hogy ő csak hozzáért az autóhoz, ebből nem lehetett kár, egyébként nyilvánvaló volt a kár, tehát nyilván ott volt a sérülés, lehetett látni, a rendőr is mondta, hogy látszik a sérülés, látszik, hogy honnan van, ő azt mondta, hogy nem, úgyhogy ebből egy peres ügy lesz, vagyis nem peres ügy, hanem valamilyen feljelentés, aminek nyilván a vesztese majd én leszek, mert ha nem ismeri el, hát akkor ez van, nincs rá bizonyíték, hiszen senki sem volt ott, amikor történt az egész eset. Amit ki szerettem volna ebből hozni, az, hogy az emberekben semmilyen felelősség nincsen.
nem tudnak felelősséget vállalni például. Tehát az, hogy nincs benne felelősség egy dolog, de nem is tudják vállalni a felelősséget semmilyen tettükért. A lehető legkisebb dologért sem. Mert most kitöltötte volna a papírt, a biztosító kifizeti, ezért fizetjük mindannyian biztosítást, és kész, mindenki megy haza. 10 perc alatt letudtuk volna az egész dolgot, a két rendőr nem egy ilyen kis szaros üggyel foglalkozna, hanem végezni azokat a dolgokat, ami fontos. A társadalomnak segítségre van valakinek szüksége, bármi, és nem ilyen dolgokkal foglalkozik. De ez az ember, aki orvos, jelzem, orvos, ebben az emberben nincsen felelősség. Akkor a munkáját hogyan fogja elvégezni? A családjával hogyan viselkedik? Ha bármikor valamilyen hiba van körülte, akkor hogy lehet mellette élni? Hogy lehet benne megbízni? És hogyha én állandóan ezzel találkozom, folyamatosan ezzel találkozok, nap mint nap van ilyen eset, amikor találkozom ilyetnél, nyilván hol nagyon kicsi, hol erősebb esetekben, akkor ezt az én szememből a társadalom egy felelőtlen társadalom. Felelőtlennek látom sok minden szempontból, felelőtlennek látom a környezetünkkel való bánásmódban, az egymással való bánásmódban, ahogy beszélünk egymással, elkövettem valami kis hibát, elnézést kértem, és folyamatosan mondta rám a mocskos szavakat a járók elő. Én meg elnézést kértem, és elismertem a hibámat, hogy a szavaink kimondásában sincsen felelősség. Gyakorlatilag ez a szó majdnem, hogy kezd eltűnni ebből a társadalomból. Lehet, hogy persze most meg lehet védeni ezt a szót, és meg lehet védeni az embereket, hogy vannak esetek, de valljuk be, nagyon kevés, és akkor, amikor pénzről van szó, abban a pillanatban senki nem vállal a felelősséget. Ha van pénze, ha nincs pénze, ez nem számít. De nézzünk egy teljesen másik témát, például a tanulók részéről, amikor tanulnak valamit, meg tudnak oldani már egy problémát, akkor ezt nem osztják meg másokkal, hanem ezt megtartják maguknak, és még csak el sem adják ezt a tudást, hanem megtartják maguknak, mert ők büszkélkedni akarnak vele, mint egy bűvésztrükkel, hogy ők ezt meg tudják oldani, más nem tudja megoldani. És a tudás nem arra való, hogy magadnak megtartsd, a tudás arra való, hogy tovább add, mert akkor tudsz igazán tanulni, hogyha továbbadod azt a tudást, akkor érted meg, ez az előző vlogban, a vizsga vlogban megtalálható erről az eszmefutatás, de ezt komolyan kell venni, hogy például volt egy eset, amikor valaki nagyon tehetséges volt, és magas szintre elvitte azt a tudást, amit tanítottam neki, és akkor, amikor szükség lett volna az ő tudását beépíteni egy közös munkába, akkor ő fogta magát és elment. Nem volt semmi dolga, hanem csak elment. Volt egy oka rá, hogy miért megy el, de az ok előtt egy órával nem volt, az éppen akkor megszületett benne, és nagyon jól tudta, hogy eddig ő kaptam a legtöbbet, éppen azért, mert tehetséges, ez a legtöbb tudás nála landolt, mégsem vállalta föl azt, hogy amikor megoszta a többiekkel, akik egyébként végignézték az ő oktatását, a vele való kísérleteket, várták türelmesen, tehát amikor meg kellett osztani velük, akkor ő nem volt jelen ebben a megosztásban, ahol átadhatta volna ezt a tudást, így a többiek is többen rendelkezhettek volna. Nézzük a tanár felől is a felelősséget. Hány tanár van a világban, ahol megszereznek egy tudást, és akkor amikor megkapják a hatalmat, hogy egy embernek az életét terelgessék, egy emberét, egy gyerekét például, de akár a felnőtt oktatásban is így van, akkor ők nem a tudásukat adják át ezeknek az embereknek, hanem a hatalmukat gyakorolják. Abban élik ki magukat, hogy visszakérdezhetnek, osztályozhatnak, hogy elgáncsolhatnak embereket, és most a legrosszabbakat mondtam, de ezeket mind úgy kell érteni, hogy ha ebből egy minimális rész van benned, akkor az már rossz, és azt a minimálisat is ki kell szedni. És például egy tanárnak az a dolga, hogy átadja a tudást, és a lehető legjobban átadja, és nem veheti figyelembe a saját érdekeit, hanem kizárólag az eredményesség érdekeit kell figyelembe venni, és úgy kell átadni a tudást. Az egy másik dolog, hogy a társadalom mennyire felelős azért, hogy a tanár
a munkájáért megkapja azt, amiből meg tud élni. Ez egy teljesen másik dolog, és ez a társadalom felelőssége, de kezdjük ott, hogy a tanárnál kezdődik egy társadalom építése, hiszen ő vezeti az első irányokba a gyerekeket, akikből majd felnőtt lesz, és a felelősség meg kell, hogy jelenjen. Térjünk vissza egy kicsit a pénz világába, ahol üzletemberek vannak, és megvan a tehetségük ahhoz, hogy ők vagyon tudjanak összegyűjteni. És ez a vagyon, ez úgy néz ki, hogy van egy összvagyona az emberiségnek, a földnek, vagy bárminek, és ez osztódik szét. Tehát gyakorlatilag ez mindenkié, de különböző tudás, különböző képességek ezekben adnak egy elosztást, egy eloszlást, így valahol sok lesz, valahol kevés lesz. Minden ember felelőssége lenne az, hogy egyenlően és elégségesen el legyen osztva a dolog, ami nem azt jelenti az egyenlőség, hogy mindenki ugyanazt kapja, hanem ha valaki valamiben tehetséges, vagy olyan munkát végez, oda több kell, és ebben lehetnek dúsgazdag emberek, de például úgy is lehetnek dúsgazdagok, hogy nem kell annyi szegény ember legyen. Ez egy másik téma, nem szeretném ezt kibontani, és nem ebbe az irányba akarom vinni, hanem ezt az egészet, hanem azt szeretném csak megvilágítani, hogy megjelenik az a jó szándék, amikor a sikeres üzletemberek megosztják a tudásukat másokkal, hogy azok is tudjanak nagy üzletet csinálni. Nézzünk ennek a mélyében, és itt látok megint egy óriási felelőtlenséget, amikor ezek az üzletemberek nem osztják meg a tudást, amivel pénzt lehet csinálni, hanem megosztanak egy olyan semmilyen tudást, amivel nagyon kevés ember tud csak reprodukálni sikereket, a többieknek csak befizetési lehetőségük van, és soha nem lesz belőlük sikeres ember, mert nem azt a tudást adják át, amivel valóban sikert lehet elérni. Tehát tényleg meg kéne tanítani az embereket arra, hogy önálló tudjanak élni, és meg tudják teremteni saját maguk számára, családjuk számára azt, ami szükséges, és ebben nem átverni ezeket az embereket, elpazarolva rengeteg évet az életükből. Sajnos az lesz ebből az egészből, hogy mindenki megtanul önzővé és felelőtlenné válni, és ez gyakorolja a viselkedésében, a gondolkodásmódjában, ez fog meglátszani. Természetes lesz az önzőség és a felelőtlenség, senki számára nem fog feltűnni, mint ahogy ma sem tűnik föl igazából, csak a kirívó esetekben, hogy valójában az ember az felelőtlen és önző viselkedésű a világban, és ennek egy szörnyű eredményét látom, ha még tovább nézem, az az, hogy a gyermekeink ugyanilyen természetesen, sőt, még természetesebben önzőek és felelőtlenek lesznek. Ha a gondolkodásmódod és a viselkedésed felelősségteljes, és így élsz, és nem azért, mert ezt megtanultad, hanem azért, mert ez neked természetes, akkor a gyermeket szintén természetességgel fogja viselni ezeket a jellemzőket, és az ő világukban, a következő generációkban már nem hangzik el az, hogy bezzeg az én időmben voltak ilyen értékek, és most ezek az értékek nincsenek, hanem elhangoznak olyan mondatok mondjuk, hogy az én időmben még megtettük ezt, és milyen jó, hogy ma már nem tesszük meg, úgy látom, hogy az emberiség fejlődött, az emberek jobbak lettek, a társadalmunk jobb lett. Már csak egy kérdés van ehhez a vloghoz, egyébként bővebben majd a prémium vlogban tudsz találni információt, a videótárban, a weboldalunkon. Tehát már csak egy kérdés van ehhez a vloghoz, hogy te mikor kezded el?